szintén napirend utáni felszólalásra jelentkezett Novák Előd képviselő úr, a Mi Hazánk képviselője, a szabadságtéri kommunista önkényuralmi emlékmű eltávolítása a magyar kormány egyoldalú döntésével is lehetséges címmel. Ön a szó, képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, minden évben április 4-én ünnepeltették a magyarsággal hazánk szovjet megszállását, melynek következménye volt magyar nők tízezreinek megerőszakolása, honfitársaink százezreinek elhurcolása Málenki robotra, és még sorolhatnánk a magyarországi kommunisták bűneit is az évforduló alkalmából. A magyar parlament épületére is árnyékot vett a szabadságtéri kommunista emlékmű elvileg tiltott önkényirami jelképeivel és a dicsőség a felszabadító szovjet hősöknek feliratával. Hazánknak az Oroszországgal való kapcsolatát is megterheli ennek az ügynek a méltó rendezése. 1956-ban is megkísérelték elbontani, 2006-ban még a tévét ostromoltuk Budaházi György vezetésével, a hazafiak lefeszítették az egyik önkényuralmi jelképet. Pongrácz András, a Sztálin szobor ledöntésében lángvágóval közreműködő Korvin közi szabadságharcos továbbra is buzdít minket az ügy rendezésére. Az elmúlt egy évben a háború miatt persze nem feszegettük az ügyet, de vég nélkül nem engedjük meg a szőnyeg alá söpörni, előbb-utóbb meg kell oldani. Már nincsenek ott sírok, nem olyan kényes diplomáciai ügye ez, mint azt sokan gondolnák. Tarlós István főpolgármesterként 2011-ben kezdeményezte is az emlékmű eltávolítását, de abszurd módon a magyar kormány leállította őt. Miért? Pedig Zétényi Zsolt, jogász szaktekintély, a Százak Tanácsának tagja, a Nemzeti Jogvédő Alapítvány kuratóriumi elnöke tanulmányában levezette, hogy akár a magyar állam egyoldalú döntésével is át lehet helyezni például a temetőbe vagy a kommunista szoborparkba ezt a feszültség forrást, amiről ő részletesen írt kötetében. Végül hadd ismertessem a szovjet emlékmű eltávolítását követőknek azt a pikáns kiáltványát, melyet 2004. április 4-én adtunk ki, többek között Pongrácz Gergellyel és Wittner Máriával közösen. Ők ma már nincsenek köztünk, ezért szóljon hát helyettük az általuk is jegyzett kiáltvány. A budapesti szabadságtér és környéke helyén állt 100 évig, az a második József által építetett tüzérlaktanya, melyet a Pest Bastiljának is neveztek. Ennek területén végezték ki Batthyány Lajost, Magyarország első szabadon választott miniszterelnökét. Jelképesen felakasztották Kossuth Lajost, Táncsics Mihályt, Irányi Dánielt, és még sok magyar forradalmár szabadságharcost börtönöztek be, vagy végeztek ki itt. Ez a tér az ő emlékükre kapta a szabadság nevet, még a környező utcák is a magyar vértanúk nevét viselik. 1897-ben bontották le a rossz hírű épületkomplexumot, és alakították ki a jelenlegi környezetet. 1920-ban a nemzet legnagyobb tragédiájának, a kétharmados országvesztésnek az emlékére Trianon emlékmű csoportot állítottak fel a kialakított téren. 1928-ban egészítették ki az emlékmű csoportot az erekés országzászlóval, melynek talapzatába Nagy Magyarország vármegyeiből, Petőfi Kossuth szülőházának földjéből, valamint nagy történelmi csatáink helyszíneiről, Muhipuszta, Cserepatak, 1848-as szabadságharc csatatereit, és az első világháborúban elesett magyar hősi halottak temetési helyeiről, Galícia, Doberdó hoztak földet. Eleink nemzeti emlékhelyet alakítottak ki a szabadságtéren. 1945-ben a benyomuló szovjet csapatok ezt az emlékmű csoportot, vagyis nemzeti emlékhelyünket rombolták le, és építették fel a helyén saját obeliszküket. A rendszerváltás után 13 évvel a tér átépítése kapcsán joggal hitte minden jó érzésű ember, hogy végre minden a helyére kerül, a szovjet katonák emlékműve a temetőbe, a magyar történelmi emlékművek pedig vissza a szabadságtérre. De nem ez történt. Magyarország politikai vezetői 2001-ben a nemzet megkérdezése nélkül a szabadságtér eredeti állapotának helyreállítása helyett a szovjet hősi emlékmű teljes pompájában való visszaépítése mellett döntöttek. Mindezek tetejébe az emlékműben a dicsőség a felszabadító szovjet felirat, szovjet hősöknek felirat díszeleg minden magyar nevében. Annak a szovjet birodalmi hadseregnek a dicsőségére, mely elfoglalta, és fél évszázadig megszállva tartotta hazánkat, katonái 10 000 számra megerőszakolták asszonyainkat, leányainkat, több százezer honfitársunkat elhurcolták Málenki robotra, akiknek nagy része a Szovjetunió lágereiben pusztult el embertelen körülmények között, és amikor 1956-ban az általuk diktált elviselhetetlen rendszer ellen népünk fellázadt, szabadságharcunkat is kegyetlen módon tiporták el.
Úgy érezzük, a parlamenti pártok ezzel megadták a végső kegyelemdöfést az egész rendszerváltásnak, melynek alapja éppen az volt, hogy kimondtuk a 45 óta szovjet felszabadítás néven emlegetett esemény, valójában megszállás volt. Budapest, 2004. április 4-e. Olyan sok aláíró szervezet van, Pongrácz Gergelyen és Vitter Márián kívül is, hogy nincs is időm felsorolni. Sajnálom, hogy az évtizedek elteltével sem kíván semmit sem lépni a kormány, pedig most is válaszolhatna. Mi viszont nem engedjük a szőnyeg alá söpörni ezt az ügyet, és egy 1956-os jelszóval zárom felszólalásomat. Nem állunk meg félúton. Miénk a jövő? Rád is számítunk. A fiatalok körében már a legnépszerűbb.